Üdvözlök mindenkit, a hallgatóságot, és üdvözlöm az előadókat is, dr. Gáczer Attilát, és nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, Attila, hogy szeretném röviden bemutatni. Gáczer Attila 1997-ben szerzett biológus diplomát az akkori József Attila Tudományegyetem természettudományi karán, majd 2001-ben doktorált a Szegedi Tudományegyetemen dr. Kucsera Judit szakmai vezetésével. 2002-ben Marie Curie ösztöndíjasként kezdett foglalkozni opportunista gombapatogénekkel a Hamburgi Egyetemen Wilhelm Schaefer laboratóriumában. 2005-ben a New York-i Einstein Orvos Egyetemre került posztdoktorként, ahol Josh Nosanchuk professzor csoportjában hisztoplazma, kriptokokkusz és kandida gombák virulenciáját és patomechanizmusait kutatta. 2008-ban az ENCO Installation Grantjét nyerte el és alapított kutatócsoportot az STRTTIK mikrobiológiai tanszékén. 2018-ban az MTA lendület program támogatását, 2021-ben pedig a Hungarian Center of Excellence for Molecular Medicine intézet támogatását nyerte el. 2018-tól az STRTTIK biológiai intézetének professzora és intézetvezetője. Kutatócsoportjának fő érdeklődési területe az opportunista gombapatogének virulenciájának és patobiológiájának kutatása, a gazda patogén kölcsönhatások során a gazda immunválaszának tanulmányozása, illetve legújabban a mikrobióta gomba komponenseinek betegségekre, főleg tumorokra gyakorolt hatásának vizsgálata. Úgyhogy még egyszer köszönjük, hogy eljöttél, és akkor átosodom a szót. Köszönöm szépen. Mindenek előtt nagyon hálás vagyok a meghívásért, és kicsit izgulok, bevallom őszintén, de majd megpróbálom ezt leküzdeni. És az egyik kedves barátom, aki az ELTE-n dolgozik, miután olvasta a címét az előadásomnak, fölhívott, és mondta, hogy vajon ki emlékszik egyáltalán a Jó, a rossz és a Csúf című spagetti westernre? Lehet, hogy az itt ülők nagy része nem. Sergio Leone-nak egyik klasszikusa ez, és hát bevallom őszintén, hogy én is gyerekkoromból homályosan emlékszem rá, viszont úgy gondolom, hogy nagyon jól leírja azt a fajta mérhetetlen diverzitást, amely a gombák országát jellemzi, és talán arra is rávilágít, hogy miért olyan nehéz ezekkel az élőlényekkel foglalkozni. Ha ez itt most nem a reklám helye, de hogyha esetleg érdeklődnek a nagyon szépen fényképezett filmek iránt, akkor ajánlom, hogy az ennel kezdődő streaming szolgáltatón keressék meg ezt a filmet, és nézzék meg, nagyon gyönyörű film. Ugyan elsősorban a magasabb rendűnek gondolt gombákkal foglalkozik, többsejtűekkel, nem azokkal, amikkel én foglalkozom, azok nem olyan szépek, de ez egy kitűnő film, az a neve, hogy Fantastic Fungi, és van egy mondat benne, ami nekem nagyon megragadta a figyelmemet, és azóta is előszeretettel használom és lopom, ez pedig az, hogy a gombák nem mások, mint a föld emésztő rendszere, emésztő szervrendszere. Gyakorlatilag azt gondolhatjuk, vagy azt mondhatjuk, hogy a gombák nélkül a tápanyagoknak az újrahasznosítása, illetve a tápanyagnak a körforgása a természetben nem biztos, hogy lehetséges lenne. Nos, én előszeretettel alkalmazom azt, hogy a hallgatóságom ne aludjon el, legalábbis ne az első 20 percben, ezért lesznek olykor olyan akcióim, amivel önöket próbálom ébren tartani. Az egyik ilyen, hogy nálam lehet használni a telefont, sőt, olykor kell is, ez az kell, az most lesz éppen. Van egy kis technikai probléma, mert nem sikerült kivetíteni azt, amit majd önök be fognak írni ebben az alkalmazásban. Nem tudom, hogy használták-e már a menti.com nevű alkalmazást, hogyha a telefonjukba beírják ezt, hogy menti.com, akkor ott egy kódot kell megadniuk. Reményeim szerint jól adtam meg, ugyanis nagyon kicsi betűvel van írva, és nem látok jól, de majd mindjárt megnézem még egyszer. Úgy látom, hogy jól van beírva, és hogyha ide belépnek, akkor egy kérdést fognak látni, amit most, ha elegánsabb lett volna a felkészülés erre az előadásra, akkor most láthatnák, de a kérdés így hangzik, ha igaz, akkor már a telefonjukon is, hogy mit gondolnak, hány gombafaj létezhet a Földön, vajon? Ugye milyen egyszerű kérdés ez? Tehát hány gombafaj létezik a Földön?
És itt, ha belépnek ebbe az alkalmazásba, akkor megadhatnak egy számot, és nagyon izgalmas lenne, ha most látnak, én viszont látom, hogy számok jelennek meg, jó kicsik, úgyhogy majd mindjárt ide segítek. Van itt olyan, hogy 2 millió, 1000, 100 ezer, 5 millió, 20 millió, nagyon jó, 25 millió, hát igen, van 10 ezer, 6 millió, mennyi? 600 millió? Uha! 600 millió különböző gombafaj, igen. 400 millió, 75 ezer. Nagyon jó. Igen, van egy-két vicces is, azt most nem olvasom fel. A lényeg tehát az, hogy meglehetősen széles skálán mozogtak a becslések, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy azok se nagyon tudják, akik amúgy értenek hozzá. Ugyanis minden ilyen előadást azzal szoktam kezdeni, hogy körülbelül 150 ezer, legalábbis ez az a nagyságrend, amelyet ismerünk, fajt ismernek, de hogy vannak becslések arra vonatkozóan, hogy mennyi gombafaj létezhet, és hát ez korábban 1,5 millió volt, aztán egyes becslések szerint 5 millió, és a legújabb ilyen becslések alapján akár 12 millió különböző faj is lehet. Na de hát érzik ugye, hogy ezek mind gyakorlatilag valamiféle becslésen alapulnak, és ennek mi lehet az oka? A legnagyobb oka, illetve a legfőbb oka ennek az, hogy a legtöbb gombafaj az rejtőzködő életmódot folytat, mégpedig valahogyan elbújik előlünk, vagy a talajban él, vagy éppen növényekkel együtt él, mint ahogy azt itt az ELTE-n igen intenzíven és nagyon, nagyon magas színvonalon kutatják Kovács M. Gábor kutatócsoportjában. De azok a gombák, amelyek velünk együtt élnek, azok is meglehetősen rejtőzködő életmódot folytatnak. Azok a gombák, amelyekkel én, illetve a kutatócsoportunk foglalkozik, azok ilyen egysejtű élőlények, amelyek képesek illesztőszerűen növekedni, amit itt látnak ezen a képen, tehát ilyen úgynevezett egysejtes életet élnek. Már a másik megjelenési formájuk az pedig ilyen hosszúkás, megnyúlt fonalas szerveződés, és ráadásul ez a két megjelenési forma ugyanazon fajnak a jellemzője is lehet, tehát jellemző rájuk az úgynevezett dimorfizmus, amely azt jelenti, hogy a két megjelenési forma között tudnak váltani. És hát ez rögtön abba az irányba terel bennünket, hogy ez a fajta sokféleség, amit az imént említettem, az abban is megnyilvánul, hogy egy fajon belül is képesek változtatni a formájukat, és ezzel például, hogyha az immunrendszernek ellenük ki kell alakítani egy választ, akkor az is eltérő kell, hogy legyen a különböző formáknak megfelelően. És akkor hát térjünk át arra a bizonyos jó, a rossz és a csúf példára, amelyet itt az elején említettem, és mint mondtam, beleszerettem ebbe a példába, mert nagyon jól tudja jellemezni, opá, egy kicsit itt majd visszafogom magam, szóval, hogy mi is a jó? A jó az azt jelenti, hogy a gombáknak nagyon sok mindent köszönhetünk. Hát például a kenyeret, ja bocsánat, a sört. Tehát, hogy a nagy nem mindegy. Tehát az az igazság, hogy az élelmiszeripar nagyon sok mindent köszönhet a gombáknak. Az ő fermentációjuk az sok segítséget nyújt a mi hétköznapi életünkben. De élelemként is használjuk őket, és hát ne felejtsük el azt, hogy az egészségügyi reform valamikor a 20. század elején az azért volt lehetséges, mert hogy felfedezték a penicillint, ami gyakorlatilag forradalmasította az orvoslást. És vannak bizony csúf gombák is, méghozzá igen számosan. Ezek közé tartoznak például a raktári kártevők, amelyek a raktározott gabonában okoznak nagyon nagy károkat évek óta, illetve szinte minden évben. Nem csak azért, mert csúnya az, hogyha zöld színű a kukorica, mert benőtte valamilyen fonalas gomba, hanem azért is, mert ezek a raktári kártevők igen nagy mennyiségben termelnek mikotoxinokat, amelyel gyakorlatilag megmérgezik ezeket az élelmiszereket.
Csak mellesleg jegyzem meg, hogyha szeretik a datóját, akkor azt igen óvatosan fogyasszák, ha kérhetem, mert végeztünk olyan kísérletek, amelyek egyértelműen jelzik azt, hogy hát azoknak a mikotoxin szintje az bizony olykor igen magas tud lenni. Természetesen Magyarországon mindenhol alatta van a határértéknek, ugye? A csúfa közé tartozik, ha már a bornál tartunk, például a bort megrontó élesztők. Azt biztosan tudják, hogy a klasszikus értelemben vett borászat az úgy működik, hogy nem irányított terjesztést alkalmaznak, tehát nem egy nemes élesztő kolóniát adnak a musthoz, hanem a szőlőnek a héján lévő élesztők fogják elkezdeni erjeszteni a mustot. Nos, nagyon gyakran sajnos vannak úgynevezett borrontó élesztők, amelyek hát nem a kellemes ízvilág kialakítását fogják okozni, hanem bizony hát elrontják a boroknak az erjedését. És hát én személy szerint rosszaknak apostrofálom a patogén gombákat. Nagy szerencsénkre ebből az 5 millióból csak néhány száz olyan gomba van, amelyek képesek az embert megbetegíteni. De képzeljék el, hogy igazából azt sem tudjuk, hogy mennyi megbetegedést tudnak ezek a gombák okozni. Ugyanis nincsen erre nézve felmérés. Ezek, amelyek itt látnak, ezek mind becsült adatok. Mikológusok becsülték meg körülbelül, hogy milyen jelentőségű lehet a gombák által okozott megbetegedéseknek a száma. Azt gondoljuk, hogy évente körülbelül 1 millió ember vakul meg valamilyen gombák okozta keratitis következtében, és az AIDS-ben szenvedő gyerekek körében a pneumocisztis az még mindig a vezető oka a tüdőgyulladásoknak, és ugyan nem halálos betegség, de az ember életminőségét nagyon szignifikánsan tudja rontani az, hogyha a bőrét vagy a hajas fejbőrt érintő, a kültakarót érintő gombás megbetegedéssel kell együtt élnie, és ez akár 1 milliárd embert is érinthet évente. De ami számomra a legnagyobb meglepetést okozta az, hogy az invazív gombás megbetegedések, tehát azok a típusú gombafertőzések, amelyek az egész szervezetet érintik, azok gyakorlatilag összevethető halálesetet okoznak, mint a malária vagy a tuberkulózis. És mégis mind a maláriára, mind a tuberkulóziszra jóval nagyobb figyelem irányul, mint a gombák okozta megbetegedésekre. Amikor arról beszélünk, hogy valami patogén, akkor ugye azt előszeretettel mondjuk, hogy illetve nagyon könnyű azt a definíciót kijelenteni, hogy mi a patogenitás. Ugye a patogenitás az nem más, mint a betegségnek a patogenezis az nem más, mint a betegségnek a lefolyása. Ugye a patogenitás ez alapján azt jelenti, hogy a betegség kiváltására való képesség. Ugye? Hiszen ha a patogenezis az a betegségek a lefolyása, akkor a patogenitás az pedig a betegséget kiváltó képesség, ha úgy tetszik. Na most ennek, valószínűleg maradok itt, ennek okán akkor mi a patogén definíciója? Tehát, hogyha a patogenezis az a betegség lefolyása, a patogenitás az a betegség kiváltásának a képessége, akkor a patogén az mi? Most erre választ adni már egy kicsit nehezebb, mert hogyha úgy definiáljuk, hogy a patogén az az, ami képes betegséget kiváltani, akkor vajon hogyan fogjuk definiálni a Saccharomyces cerevisiae-t? Ugye az előbb említett jó gombák között ott volt a cerevisiae, amely hát önök által is jól ismert pékélesztő, amely hát nehezen mondható patogénnek, holott bizony évente jelentős számú, akár az életet veszélyeztető fertőzés is köthető ehhez az élesztő gombához. Na, ennek az ellentmondásnak a feloldására hozta létre az úgynevezett károsodás válaszrendszer Lizen Pirovski és Arturo Casadevall. Mit is jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a patogén az gyakorlatilag, azaz a betegséget kiváltani képes organizmus, az a gazda
válaszával együtt definiálható és értelmezhető. Ez azt jelenti, hogy ha ezt egy ilyen szép ábrán akarjuk megmutatni, akkor ugye egy egészséges gazda esetében az immunválasz az se nem alulműködő, se nem túlműködő, azaz az adott patogén a gazdában létrehozott károsodás mértékét tekintve alacsony képességek rendelkezik, tehát nincs betegség. Ha ezt tekintjük betegséghatárnak, akkor a gazdában bekövetkező károsodás az nulla, ezekkel a mikrobákkal együtt tudunk élni. Ugye nagyon könnyen értelmezhető az, amikor az immunválasz alul működik, és az alul működés következtében ezen a görbén elindulunk fölfelé, és minél kevésbé működik az immunválaszunk, annál nagyobb lesz a gazdában okozott károsodás, akár ezt a piros vonalat is elérhetjük, amely a halál szintje. Ugye ez jól értelmezhető. Ezt a másik oldalt már egy kicsit nehezebb értelmezni, hiszen hogyan van az, hogy a gazda válasza túlműködik, és mégis a gazda károsodásával jár? Hát erre példa a mostanában igen gyakran emlegetett citokin vihar, amely pontosan ezt modellezi, azaz, amikor az immunválasz olyan komponensek, az immunválasz során olyan komponensek jelennek meg, amelyek annak a túlműködését okozzák, azok is okozhatnak gazdakárosodást, és a gazdakárosodásnak a mértéke az segítheti a patogénnek a szaporodását a szervezetben. Ez egy kicsit absztraktnak tűnik ez az ábra, és nehezen értelmezhető, ezért szeretnék önöknek bemutatni egy példát. Ehhez a histoplazma kapszulátum nevű eléggé szép, számomra nagyon szép gombát hozom, ugye egyetértenek, jól néz ki. Ez amúgy egy dimorf gomba. A dimorf gomba azt jelenti, hogy képes élesztőszerűen növekedni és fonalasan növekedni, és ráadásul őt valódi dimorf gombának nevezzük, mégpedig azért, mert hogy egyetlen faktor, ez pedig a hőmérséklet, tudja ezt a morfológiai váltást kiváltani. Azaz, hogyha ez a mikroorganizmus 37 fokon növekszik, azaz az ember szervezetében akkor élesztőszerűen nő, ha pedig a környezetben található meg, akkor pedig fonalasan. Tudni kell róla, hogy előszeretettel él túl a makrofágokban. Erről majd mutatok egy rövid videót a későbbiek során, hogy bizony a gombák képesek kihasználni az embernek az immunrendszerét, illetve annak komponenseit, például a makrofágokat, és azokon belül képesek túlélni. Nos, ő lesz a következő néhány ábra főszereplője. Ez a mikroorganizmus képes betegséget kiváltani, mégpedig egy úgynevezett acute pulmonary disease nevű betegséget, amely alapvetően egy ilyen meglehetősen gyenge tünetekkel járó, enyhe lefolyású, gyakran tünetmentes betegség. Azonban, hogyha bármilyen immunszupresszió alakul ki, például AIDS vagy transzplantáció, stb., akkor bizony nagyon komoly és akár az életet veszélyeztető tüdőgyulladás is lehet ennek a következménye. Tehát, hogyha fogjuk azt az ábrát, amit az imént bemutattam önöknek, akkor valahogy úgy tudjuk ezt a mikroorganizmust ezen jelölni, hogy egy normál működésű immunválasszal, egy normál immunválasszal rendelkező gazda esetében a fertőzést követően a mikroorganizmus által kiváltott károsodás az éppen hogy csak a betegség határt éri el, ezért aztán gyakorlatilag egy enyhe lefolyású, majdhogy nem tünetmentes betegséggel állunk szemben. Mi történik akkor, hogyha valaki immunszupressziót szenved el, például HIV-fertőzés követően AIDS-betegség alakul ki nála, ugye akkor a gazda válasza az alulműködés irányába fog eltolódni, az alulműködésnek a következménye az pedig az lesz, hogy gyakorlatilag ez a károsítás, amelyet ez a mikroorganizmus végre tud hajtani a szervezetben, az jelentősen magasabb fokú lesz, és akár olyan mértékű is lehet, hogy a páciens halálával jár. Nos, amikor ezt elkezdtük vizsgálni, akkor, és kíváncsiak voltunk, hogy ezek a folyamatok hogy mennek, akkor a látókörünkbe kerültek a T-sejtek. És akkor most egy nagyon pici immunológiát szeretnék ide becsempészni. Az immunrendszerünk egyik
nagyon fontos komponense a T-limfocita. A T-limfociták azok az immunválasz regulációja során fontos szerepet játszanak, és van egy olyan tulajdonságuk, hogy az antigént, azaz azt a kis darabját a patogénnek, amelyet felismernek, az csak úgy ismerik föl, hogyha valamilyen antigén prezentáló sejt, például egy makrofág, ami egy faló sejt, bemutatja számukra. Ez azonban úgy működik, mármint egy T-sejt, az úgy működik, mint egy autó, hogy ilyen profán hasonlattal éljek. Mégpedig ez azt jelenti, hogy az autóban, hogyha elfordítjuk a gyújtáskapcsolót, vagy manapság megnyomjuk a gombot, ami a start gomb, attól az autó még nem indul el, ugye? Normál esetben. Mégpedig azért nem indul el, mert se gáz nem adtunk, se fékezni nem fékeztünk, se kormányozni nem kormányoztunk. Tehát ha úgy tetszik, akkor ez az antigénreceptor és antigénprezentáló sejt interakció, ez gyakorlatilag a gyújtás kapcsolója. Hogyha ezután szeretnénk az autónkat gyorsítani vagy lassítani, akkor szükség van gázadásra, meg szükség van fékre. És ezeket nevezzük kostimulációs interakcióknak. Vannak pozitív kostimulációk, ezeket nevezhetnénk gázadásnak, és vannak negatív kostimulációk, ezeket kostimulációs interakciók, ezeket pedig lehet fékezésként értelmezni. És ezekből többféle is van, és hát a fékekből is több van. Az egyik ilyen fék, azt úgy hívják, hogy PD1 meg PDL1, ez a Program Death nevű molekula, teljesen mindegy, hogy honnan kapta a nevét, lényeg az, hogy gyakorlatilag ez egy fék. Mit jelent az, hogy fék? Azt jelenti, hogy az aktivált T-sejtet deaktiválni képes, tehát az immunválasznak egyfajta negatív regulációját jelenti. Ha önök most egy mikrobának a fejével gondolkodnak, akkor nyilván az a helyes, vagy az a hasznos önöknek, hogyha az immunválasz az nem aktiválódik. Tehát ennek a negatív, azaz a féknek a lenyomása, az egy nagyon-nagyon fontos menekülési stratégia lehet a mikroba számára. Hogyha valaki figyelt és még nem aludt nagyon, akkor ugye még hiányzik az, hogy hol van a kormány. És a kormány az most itt nincs ideírva, de azok a citokinek. Azok a kis méretű fehérje molekulák, amelyeket mind a limfociták, mind a makrofágok és egyéb sejtek tudnak termelni, és ezek határozzák meg az immunválasznak az irányát. Tehát van gyújtáskapcsoló, van gáz, van fék, és van kormány, amely irányítja gyakorlatilag ezt a fajta immunválaszt. Na és hogy miért mondtam el ezt a hosszú immunológiai kis kitérőt, az azért volt, mert amikor elkezdtünk ezzel a témával foglalkozni, akkor azt tapasztaltuk, hogy azok az egerek, amelyekből ez a fék ez hiányzik, tehát nincs meg a PD1 és a PDL1 interakció, azaz ez egy knockout egér volt, nem volt benne PD1 molekula, azok gyakorlatilag rezisztensek voltak a hisztoplazma fertőzésre. Tehát olyan mennyiségű hisztoplazmát lehetett nekik adni, amit gyakorlatilag semmelyik másik egér nem viselt el. Tehát nézzék meg, egy normál egér, tehát egy úgynevezett vattípusú egér, amelyben ez a fék ez megvan, ott gyakorlatilag 21 nap után már nem volt élő egér, a knockout pedig tökéletesen túlélt. Tehát arra jöttünk rá, hogy gyakorlatilag valószínűleg a gomba az ezt a féket használja ki arra, hogy az immunválaszt azt lecsillapítsa, és a hatékony gomba ellenes immunrendszert azt kicselezze. És ez valóban így történt, mert hogyha megvizsgáltuk az egereknek a tüdejét, akkor azt láttuk, hogy a fertőzetlen állatokban nincs gyulladás, akkor van gyulladás, ha ilyen csúnya, lilás foltokat látnak az egerek tüdejében, ugye ez egy fertőzetlen egér, ez pedig egy fertőzött PD1 egér, tehát jól látható, hogy nem alakult ki az az akut gyulladás, az, ami gyakorlatilag a vattípusú egerekben a halál oka volt. Na most azt gondoltuk, hogy ez nagyon jó dolog, és akkor majd
mi fejlesztünk egy olyan gyógyszert, amely ezt a PD1-PDL1 interakciót ezt gátolja. Magyarán szólva a gomba kezéből kivesszük a féknek a lehetőségét, és akkor abból nagyon meg fogunk gazdagodni. Na most ez nagyon lelkesek voltunk, de nem csak mi, hanem amúgy az Einsteinen is, ahol akkor dolgoztam, nagyon lelkes volt mindenki, mert hogy azt tapasztaltuk, hogyha a PD1-PDL1 interakció, tehát a féket, amelyről eddig beszéltem, ugye blokkoltuk, akkor tudtuk azt a helyzetet előállítani, amely a PD1 knockout egereknél is látszott, hogy majdhogy nem rezisztensek voltak a gombafertőzésre. Amúgy az USA-ban a hisztoplazma fertőzés az komoly problémákat okoz, különösen a Mississippi völgyében, ahol ez a gomba különösen előszeretettel él a környezetben, és ott a természetben vagy a földeken dolgozó emberek azok belélegezve ennek a gombának a spóráival fertőződhetnek. Tehát volt ebből egyfajta lelkesedés, és ezt ráadásul le is tudtuk modellezni ezzel az ábrával, amit itt láttak, ugyanis hát mi történik, amikor egy vattípusú egér megfertőződik a hisztoplazma kapszulátummal, ugye akkor a PD1 aktiválódik, ennek következtében a T-sejtek azok deaktiválódnak, hiszen ez egy fék, ezért gyakorlatilag a gazda válasza az az alulműködés irányába tolódik el, tehát ez a vattípusú egér az végül aztán beteg lesz, és aztán meg is hal. Mi történik a PD1 knockout egér esetében? Ugye kiütöttük a féket, tehát ennek az egérnek az immunstátusza az már normál esetben is inkább kicsit a túlműködés irányában áll, hiszen neki hiányzik egy nagyon fontos negatív regulátora, tehát az ő státusza az gyakorlatilag az túlműködés irányába került eltolásra, és amikor őt megfertőztük, akkor ugyan történt egy kicsi elmozdulás abba az irányba, hogy a gazda válaszát próbálta valahogyan ez a gomba lecsillapítani, de ez nem volt elég a betegség határ áttöréséhez, és ennek okán hát rezisztencia alakult ki. Nagyon lelkesek voltunk, és gyakorlatilag mások is nagyon lelkesek voltak, mert hogy a gombák mellett számos baktérium is intracellulárisan, azaz hasonlóan, mint ez a gomba, a makrofágokon belül érzi jól magát, ott szeret elbújni az immunválasz elől, és mint egyfajta trójai faló effektusként képes aztán a szervezetben túlélni. Az egyik ilyen nagyon híres mikroorganizmus az a Mycobacterium tuberculosis. A Mycobacterium az nagyon potenciálisan érdekli a gyógyszergyárakat, és hát rögtön arra gondoltak, hogyha hasonlóképpen működik ez is, mint a hisztoplazmánál, akkor ez egy nagyon érdekes dolog lehet, és az intracelluláris patogének elleni immunválasz segítése az egy fontos cél lehet. Hát aztán az igazság az utat tört magának, mert hogy az történt, hogy a kezelt állatok azok sokkal érzékenyebbek voltak a mikobaktérium fertőzésre, nem hogy rezisztensek voltak, hanem a vattípusú állatokra még jóval nagyobb szenzitivitással reagáltak. És hogy ennek mi lehetett az oka? Hát az lehetett az oka, hogy az általuk kiváltott gyulladás az még határozottabbá tudott válni, és gyakorlatilag ezek az állatok egy ilyen kontrollálatlan gyulladásos folyamatba pusztultak bele. Tehát úgy tűnik, hogy a fék, azaz a negatív regulátornak a kiütése, az bizony ebben az esetben nem működött, ugyanis ahogyan itt ezen az ábrán is láthatják, amikor a vattípusú egérben megtörtént a fertőzés, akkor a hosszú lefújású, krónikus betegség alakult ki, hiszen a mikobaktérium sejtek próbálnak elbújni az immunválasz elől, ezért egyfajta gazdaválasz csökkentő hatást próbálnak végrehajtani, míg a PD1 knockout egérben az történt, amit az előbb is említettem, hogy ebben az esetben az immunválasz a túlműködés irányába mozdult el, és egy nagyon gyors lefolyású, nagy károsodással járó fertőzés alakult ki.
Tehát ebből az lehet a tanulság, és talán az első összefoglalásként talán azt is mondhatom el, hogy a különböző mikrobák azok különböző eltérő túlélési stratégiákat fejlesztenek ki, és alapvetően képesek befolyásolni a patogenitást és a virulenciát. Óvakodni kell a túlgeneralizált megállapításoktól, ugyanis a különböző mikrobák, még hogyha hasonló stratégiát is alkalmaznak az immunválaszt elől történő megmenekülést vagy elmeneküléstől, teljesen különböző hatást fejthetünk ki az immunválaszba történő beavatkozás során. És ami nagyon fontos, hogy ugyanazon gazda válasz jelentősen eltérő módon befolyásolhat egy betegség lefolyását, azaz patogenezisét. És hogy egy kicsit ébresztő legyen a két téma váltása között, előmutatnék önöknek néhány olyan felvételt, amely arról tanúskodik, hogy bizony a különböző patogének különböző módon képesek kijátszani bennünket. Ugye mondtam, hogy vannak intracelluláris túlélésre berendezkedett patogénjeink. Mutatok itt egyet, ez itt például egy makrofág, amely előszeretettel fagocitál gombákat, és az lenne a feladata, hogy ezeket eliminálja. Azonban, ahogy láthatják, ez nem mindig sikerül, sőt, vannak olyan patogének, az előbb említett hisztoplazma is ilyen, és ez a kandida faj, amit itt láthatnak is ilyen, amely arra képes, hogy túléljen a makrofágon belül, és ráadásul még ott szaporodni is tudjon. Van egy másik képességük is, mégpedig az, hogy a morfológiájukat is képesek megváltoztatni, akár a makrofágon belül is. Amit itt látnak, az is egy kandida sejt, és egy makrofágon belül láthatják, ahogy az élesztő formátumból hát kialakítja ezt a hifa formátumot. Ugyan ezen a videón nem látszik, de ad abszurdum az is előfordulhat, hogy ez a sejt, ez a gombasejt kiukasztja ezt a makrofágot, és ezzel gyakorlatilag az immunválasz egyik nagyon fontos komponensét kiiktatja. A szervezeten belüli elterjedésnek egyik nagyon rafinált módját láthatják itt, ez pedig az, hogy a makrofágon belül ez a gomba gyakorlatilag sarjadzik, tehát túlél, és amit itt láttok az imént, hogy képes elhagyni a makrofág sejtet, ezt nevezik exocitózisnak, és hogyha megnézzük még egyszer ezt a videót, akkor azt is láthatják, hogy sem a gombasejt, sem pedig a makrofág nem sérül ez alatt a folyamat során, azaz nem keletkeznek úgynevezett veszélyjelek. Ez azt jelenti, hogy az így bekövetkező diszemináció az nem jelez a szervezet számára, hogy valamiféle probléma történik, és ezért gyakorlatilag hát immunválasz nem fog kialakulni, és ezzel nagyon könnyen tud diszeminálódni egy ilyen gomba a szervezetben. A következő néhány dia az erről a bizonyos új témáról fog szólni, amivel foglalkozunk az utóbbi időben, ez pedig az, hogy mind a mellett, hogy óriási diverzitással rendelkeznek ezek a gombák, még azzal is szembe kell néznünk, hogy ezek a szervezetünk különböző, a testünk különböző tájain megtalálhatóak, és ezeket az emberi mikrobióta alkotóinak nevezik, a gomba közösséget összességében mikrobiótának szokás nevezni. A különböző testtájakon különböző fajok találhatóak meg, és nézzék csak, a különböző fajok között megtalálhatunk patogénfajokat is. Például a szájüregben, meg a tüdőben, meg a gastrointestinális traktusban is vannak kriptokokuszok, meg kandidák. Tehát igazából ezek olyan potenciális veszélyforrások lehetnek a mi egészségünk számára, amelyekről nem nagyon tudjuk, hogy egyáltalán miért vannak ott, és hogyan befolyásolják a mi általános egészségünket. Azt viszont tudjuk, hogy ha bármilyen külső tényező miatt, külső vagy belső tényező miatt a szájüregben vagy a test más területein a mikrobiális közösség megváltozik, például alkoholfogyasztás, dohányzás,
betegség következtében, akkor ennek a diverzitásnak a megváltozása az szájüregi kandida fertőzés kialakulásához vezethet, amely hát egy eléggé kellemetlen betegség, gyulladással jár és igen fájdalmas tud lenni, amit itt láthatnak egy szájpadlás fertőzés egy protézist hordó páciens esetében. A szájüregnek vannak egyéb megbetegedései is, ezek közül én most egyet mutatok itt be, ezek a szájüregi tumorok. A szájüregi tumorok azok az utóbbi években egyre nagyobb számban fordulnak elő. Itt a Cancer Research UK-t és az amerikai Cancer Society-nek az adatait lehet látni. Van egy nagyon szomorú adat, mégpedig az, hogy Európában, Lengyelországot követően Magyarországon van a legtöbb szájüregi tumor diagnózis évente, amelynek hát valószínűleg a nagyon rossz szájhigiéné lehet az oka. Egy korábbi tanulmányunkban azt mutattuk ki, hogy ha összehasonlítjuk a szájüregi tumort hordozó pácienseknek a gomba, szájában lévő gomba közösséget az egészségesekkel, az OSCC, azaz oralis squamosus cell karcinomának a rövidítése, az gyakorlatilag a szájüregi tumort jelenti, akkor azt tapasztaltuk, hogy jóval több gomba található meg a szájüregi tumoros betegek szájában, mint az egészségesekében, és még azt is kimutattuk, hogy ha a szájüregi tumor hordozó pácienseknek a tumor oldalát összehasonlítjuk az egészséges oldallal, akkor sokkal több gomba található meg a tumoros oldalon. Ez egy nagyon egyszerű study volt, de iniciált egy beszélgetést a fogorvosokkal, meg a szájsebészekkel, és ez egy nagyon gyümölcsöző beszélgetésnek bizonyult, ugyanis a fogorvosok és a szájsebészek fölhívták a figyelmünket arra, hogy amikor valakinél diagnosztizálnak egy szájüregi tumort, akkor a radiokemoterápiát követően az esetek 75%-ában alakul ki ilyen szájpenész, vagyis kandida fertőzés. És ez nagyon-nagyon-nagyon nagy gyakoriságnak számít, és hát ez indította el azt a kérdést a fejünkben, hogy vajon a tumorokra milyen hatása lehet a gomba jelenlétének. És egy nagyon egyszerű kísérletet hajtottunk végünk, fogtunk egy tumoros sejtvonalat, és ezt a tumoros sejtvonalat, ezt nyakon öntöttük gombával. És megnéztük, hogy milyen gyorsan tudnak ők növekedni, ha a gomba jelen van. Ezt egy úgynevezett sebzési eljárással végeztük, vagy eszével végeztük, és amit itt látnak, ez gyakorlatilag azt mutatja, hogy a kontroll gombát nem látott sejtek, azok szép ilyen egyenes vonal mentén képesek összenőni ezt a sebzést, és hát viszonylag gyorsan benövik ezt a sebzést. Hogyha kandida gombákat adtunk a rendszerhez, akkor jól látható volt, hogy teljesen máshogy viselkednek ezek a sejtek. Egyrészt ilyen dezorganizáltá válik a mozgásuk, az egyes sejtek leszakadnak egymásról, egyedül kezdenek el mozogni, és sokkal nagyobb lesz a mobilitásuk, viszont nem együtt mozognak a többi sejttel. Ez nagyon érdekes volt, és úgy gondoltuk, hogy ez további vizsgálatokat indokolhat, és megvizsgáltuk azt, hogy hogyan változik meg ezeknek a sejteknek a biológiája. És azt tapasztaltuk, hogy az az enzim, ami azért felelős, hogy a sejt-sejt kapcsolatok fellazuljanak, azaz, ha úgy tetszik, a metasztázis képzés egyik nagyon fontos lépése az, hogy két tumorsej egymástól elszeparálódni tudjon. Nos, ez az enzim, ez az úgynevezett matrix metalloproteázok családjába tartozó sokféle ilyen van. Lényegében mi az matrix metalloproteáz aktivitást néztük, nos a Candida albicans jelenlétében ez jelentősen megemelkedett. Ráadásul ezek a sejtek, ezek más típusú metabolitokat kezdtek el termelni, úgynevezett onkometabolitok jelentek meg, amelyek szintén a felgyorsult anyagcserére és a nagyobb metasztázis képzőképesség kialakulására utaltak. Aztán ugye manapság már nem nagyon lehet ilyen vizsgálatokat végezni nagy áteresztő képességű vizsgálatokkal, tehát megvizsgáltuk annak a következményét transzkriptomika szinten, tehát az összes RNS szekvenálása révén, hogy mi történik akkor, amikor van gomba vagy nincs gomba, és hát azt tapasztaltuk, hogy számos olyan
a tumoroknak a metasztázis képző képességével összefüggésbe hozható gén változik meg, amely arra utal, hogy a gomba ebbe az irányba tolja el a sejteknek a fiziológiáját. És hát nem tudom, hogy elfogadnak-e tőlem egy tanácsot, de hogyha érdeklődnek a biológia iránt, akkor mindenféleképpen érdeklődjenek a bioinformatika iránt is, ugyanis manapság már ezekből az adatokból lehet ilyen nagyon szép és komplex ábrákat generálni, és amire fölhívnám a figyelmüket, azt leszámítva, hogy ez egy nagyon, nagyon ijesztő ábra, az itt található lent. Tehát fogtuk az összes adatot, amit generáltunk, nagyon-nagyon sok gén expressziójának a megváltozását, és ezt egy úgynevezett IPA platform segítségével megvizsgáltuk, és arra voltunk kíváncsiak, hogy vannak-e olyan biológiai folyamatok, amelyekben ezek a megváltozott génexpressziók biológiai relevanciát mutathatnak. Tehát, hogy a megváltozott génexpresszió az valamilyen biológiai folyamatot fog kiváltani azokban a sejtekben. És bizony ez azt eredményezte, hogy a gomba jelenléte a számos olyan biológiai funkciót megváltoztat a tumorsejtekben, amely a tumorsejteknek a metasztázis képző képességére, áttétképző képességére hat. Ezt aztán in vivo is meg akartuk vizsgálni, ez nem egy egyszerű feladat, mert hogy egérmodellt kellett erre létrehozni, ráadásul egy olyan egérmodellt, ahol emberi tumort injektáltunk egérbe, és az egérben vizsgáltuk az emberi tumornak a változását orális kandidiázis során. Végül ezt sikerült ezzel a módszerrel létrehozni, az volt a lényeg, hogy létrehoztuk ezt a tumort, majd a tumor létrehozása után kiváltottuk az orális kandidiázist, és ez egy nagyon szép kép, de hogy mit jelent, azt gyorsan elmondom. Az a lényeg, hogy különböző markereket vizsgáltunk, mégpedig olyan markereket, amelyeket amúgy a patológián is vizsgálnak akkor emberi tumoroknál, amikor arra kíváncsiak, hogy képes-e áttétet képezni vagy nem, vagy hogy agresszív-e egy tumor vagy nem. Nos, ez itt az, amikor nincs gomba, ez pedig az, amikor van gomba, és bizonyos esetekben azt kell látniuk, hogy ez kevésbé barna, ez meg jobban barna, szerintem ez jól látszik, itt meg azt kell látniuk, hogy ez jobban barna, ez meg kevésbé barna, itt meg azt kell látniuk, hogy itt kevesebb barna van, itt meg több barna van. Szóval, hogy ilyen nagyon szofisztikáltan elmondjam, hogy mi történt, az egyik egy P63 nevű komponensnek a jelzés, ami a tumoroknak az agresszivitásával függ össze, a másik egy E-katherin nevezetű sejt-sejt kapcsolatokban szerepet játszó fehérjének az eltűnését jelenti, amely a metasztázis kialakulásában játszhat szerepet, a harmadik pedig a vimentin nevű molekulának a megjelenése, amely szintén az áttétképző képességgel van összefüggésben. És akkor talán, ha még nem alszanak nagyon, még 2 perc türelmet kérek, akkor joggal kérdezhetik azt, hogy rendben van, de itt egy kialakult tumorról volt szó. És én azt mondtam, hogy a kandida az esetleg tumort is képes kiváltani. Nos, valóban erre is kíváncsiak voltunk, hogyha PhD hallgatók lesznek majd valamikor, és a PI-juk az egy ilyen kísérlettel akarja önöket megkínálni, hogy ez lesz a PhD témájuk, akkor azért egy kicsit tiltakozzanak. Ugyanis a következő volt a kísérleti setup. Az egerek ivóvizében adtunk 8 hétig egy olyan anyagot, amely a dohányzás karcinogén hatását modellezi. Tehát 8 hétig itattuk az egereket ezzel a vízzel, amiben gyakorlatilag arra voltunk kíváncsiak, amivel gyakorlatilag azt modelleztük, mintha dohányzott volna az egér. Na most 8 hét után, 12 héten át Candida albicans fertőzést hoztunk létre az egereknek a szájában, és 12 héten át gyakorlatilag ugye egy folyamatos Candida jelenlét volt, majd ezeknek az egereknek a nyelv szövetét patológiailag, hisztopatológiai alapon elemeztük, és egy ilyen patológiai szkort hoztunk létre, azaz megvizsgáltuk azt, hogy milyen mértékű volt ennek az egészséges szövetnek
a tumor irányba történő elmozdulása. És hát ez nagyon sokféle módon meg lehet vizsgálni. A lényeg ezen az ábrán található, tehát ennek a nagyon-nagyon hosszú kísérletnek ez volt az eredménye, miszerint, hogyha van egy karcinogén hatás, és a karcinogén hatás mellett kandida fertőzés is jelen van, akkor háromszor nagyobb eséllyel fog kialakulni tumor ezeknek az egereknek a szájában, mint hogyha csak az egyik vagy a másik lenne jelen. Most ennek a kísérletsorozatnak az összefoglalása tulajdonképpen arra engedett következtetni bennünket, hogy az elhúzódó szájüregi kandida fertőzés az növeli az orális tumorok kialakulásának a veszélyét, és emögött a jelenség mögött az áll valószínűleg, hogy a normálisan működő epitéliális sejteket a tumoros irányba tolja el a gombának a jelenléte, és emögött mind a migrációs aktivitást növekedése, mind a matrix metalloproteáz aktivitás növekedése, az onkometabolitok mennyiségének az emelkedése és különböző génexpressziós változások állhatnak, tehát mind fiziológiailag, mind pedig genetikailag abba az irányba változtatja meg a gomba ezeknek a sejteknek a sorsát, hogy azok könnyebben tudjanak tumort kialakítani. És hát ezzel szeretném befejezni a mai előadást. Köszönöm szépen a patogéngomba kutatócsoportnak Szegeden a munkát, hiszen amit itt bemutattam, ez az ő munkájuk volt, és hát a kollaborációs partnereinknek az együttműködést. És ezzel köszönöm szépen a figyelmet, és hát várom a kérdéseiket, amit szívesen válaszolok meg, ha tudok. Köszönöm szépen.